Szevasztok srácok, az elkövetkező egy hónapban ismét, ahogy tavaly is az Enebával van egy együttműködésem, a leírásban fogtok kapni majd egy linket, ez alapján tudtok vásárolni, akit érdekel, vagy a FIFA, vagy FIFA pont, vagy bármi más. De hogy mi is az a Eneba? Az Eneba egy gaming piac, srácok, ahol több mint 20 ezer digitális terméket tudsz megvásárolni. Legyen szó magáról a játékról, előfizetésekről, giftkárdokról, és a többi, és a többi. Hétről hétre rengeteg akció, akár új, akár régi termékekre. Gyors support, akik 0-24-ben várják a problémáitokat és készségesen segítenek, illetve ha valaki nem bízna ebbe az egészben, akkor csak csekkoljátok a Trustpilotnak az értékeléseit az Enebával kapcsolatban, de mint tudjátok, nagyon régóta dolgozok én is velük, szinte évről évre, én is és más tartalomgyártók is. Sosem volt még az Eneban probléma. A képernyőn láthatjátok, hogy hogyan tudjátok megkeresni például a FIFA-t vagy FIFA pontot. Ha játékot vagy FIFA pontot szeretnétek vásárolni, akkor használjátok az első linket. Ha játékot szeretnétek, akkor a másodikat, hogyha pedig giftkárdot, akkor a harmadikat. Szavaztok srácok, üdv mindenkinek ebben a mai kis szösszenetben, maradjunk annyiba szösszenetben. A mai videóban egy-két információt hoztam nektek, hogy akkor hogy is fog kinézni időpontokban az új FIFA, mert nyilván azért 3-4 hónapja dead a game, 3-4 hónapja csak draftozgatunk, nem igazán volt és lehetett tartalom, mint olyan, és hát itt van a game a nyakunkon, mint olyan. Mi fog történni, srácok, hogy fognak kinézni az időpontok? Beszéljünk először erről, mert ugye ezt sokan nem tudják, és biztos rengeteg kérdés is lesz amúgy a leírásban ezzel kapcsolatban. 19-én veszem fel ezt a videót, jelenleg már a webapp az bár offline állapotban, de elviekben készen van. Online állapotban ezt 21-én fogják megnyitni. Ebben a szent pillanatban nem tudom pontosan, hogy kedről szerdára hajnalban, tehát 00:00-kor változik át, és változik online-ra, vagy majd este fele délután, ezt nem tudom, viszont 21-ére, azaz szerdára ígérik nekünk a webappot. Stream szempontjából, srácok, lesz élő adás a webappból biztos szerdán, akkor amikor, nem tudom még ezt így, lent van a Twitch-em, kövessétek be, akit érdekelnek élőben ezek a FIFA-s tartalmak nyilvánvalóan, ott minden ott lesz. Egy pici opening, egy pici csapatépítés, megnézzük, hogy mégis hogy áll össze így a kezdő gárda, így fog kinézni ez a webappos sztori. Még egy apró info, ugye én idén kettő accountot viszek, az egyik a main account, amit streamben is sokszor fogtok látni, az nem más, mint ugye egy Road to Glory sztori, ergo az a 4600 FIFA pont maximum az, amit ugye az előrendelői Ultimate Edition-höz kapunk, az lesz eldurrantva. Mást én nem szeretnék, tehát nem szeretnék FIFA pontokat venni úgy, mint tavaly például. Illetve novemberben a Pack Luck, tudom sokan szeretitek, a Pack Luck sorozat újra fog indulni, és egy Season 2-vel gyakorlatilag megy tovább a sztori. Szóval 21-én webapp, és hát nyilván ami fontos, valahol ott jön, azt hiszem a telefonos kompányon is, de ami ugye fontos nyilván, hogy a 27-én érkezik az Ultimate Edition, illetve 10 órás trial. Nagyon fontos, idén nem hozzák előrébb a 10 órás trialt, mint ahogy minden évben szokott lenni, hanem most 27-én az Ultimate Edition-nel startol, tehát aki esetleg standardet rendelt, azaz az alapstandard csomagú játékot, ami ugye 30-án jelenik meg, ha jól mondom, az 27-én tud játszani abban az esetben, hogyha van EA Play, vagy EA Access, vagy mi az anyámnak mondják ezt, standardosként a trial-lel. Amit a trial-ben csinálsz, az megmarad, ergo ha lejátszod a 10 órát már rögtön egy nap, 27-én, akkor 30-án onnan folytathatod, hogy mi a helyzet. Oké? Okay. És 27-től, mint itt látjátok a sorokban, egy hónapon keresztül dupla usi event van Twitch-en, a store-ban. Ez nagyon fontos, ez egy ilyen exkluzív sztori, ilyen hosszú ideig még soha nem volt dupla husi event. Ez mindenre vonatkozik. A nézésre, a szábra, a csírre, erre minden, majd mindjárt váltani fog ez a kis cucc, és látni fogjátok, hogy mizu. No, így is van. Tehát a szabok ugye 10 perc nézésért 6-ot kapnak, a sima követők, akik nem szabok, ők 2-t, csírben pedig 100 csír az 6 pontnak felel, meg ugye a 3 helyett, a sub per subgift pedig 10 pont helyett 20 pontot ér. Jelenleg mi van a store-ban, hogy néz ki a store, mi ez az egész, erről egy pár szót, már sokan ezt sem tudják. Lényeg, srácok, hogy nálam másfél éve van az élő adásoknak egy boltja, amit gyakorlatilag a stream nézéséért kapsz.
ez alapján, a pontok alapján. Ezekért a pontokért értékes nyereményeket, nem nyeremény, mert igazából, ha kiváltod, bár akkor nyeremény is lehet, mert ugye van, ami nyeremény, tehát, hogy értékes tárgyakat tudsz kiváltani. Minden hónapban van egy hónap sztárja, amelyik tárgy szinergizál a zónának boltjában lévő itemmel. Például a kokáin, ebben a hónapban a hónap sztárja nálam egy FIFA 23 játék volt, nála pedig 4-szer vagy 5-szer 2200 FIFA pont, meg nem mondom mennyi, de azt hiszem 4-szer 2200 FIFA pont. Azelőtt például nála a Forma 1-es idei 23-as Forma 1 játék volt, nálam pedig a hozzájáró kormány. Minden hónapban van egy item, nálam is, nála is, ami szinergizál. Ezek általában hamar el szoktak fogyni, viszont ezek nagyon olcsó itemek. Tiketes rendszerrel működnek, ami gyakorlatilag egy tombola. Kiváltod ezt a tombolát, és akkor, hogyha van a sorsolás, akkor van esélyed rá, hogy kihúzunk. Vannak fix áras termékek is, ami nem a szerencsén alapul, ergo beváltod, megvan a pontod, kiveszed a tiéd, mint például egy wellness hétvége 4 csillagos helyen, vagy akár egy kormányszett, amit az előbb mondtam, de az a kormányszett az van egy per egy kiváltható állapotban is. Ilyen apróságok vannak, hogy subgift FIFA pont is van, például a 2200 pont, az szintén 10 darab van jelenleg belőle a sztorban, és ehhez igazából csak a pontot kell elérni, ez nem szerencsén alapuló, ez bemész, megvan a pont, kiváltott cső. Nagyon sok embernek meg lenne már a FIFA pontra a pontja, de ahogy tudom, a legtöbben nem feltétlenül arra mennek. Ez ilyen valakinek, az kell valakinek, nem. Leteszem a sztort is a leírásba, srácok, ahol látjátok, hogy sold out az jelenleg elfogyott, mert elkapkodták a nézők, viszont valahol van, és általában havi szinten 2-3-szor, attól függ, hogy kaszin, hogy szállunk ki, és mennyi cash out van, az alapján szokott risztok lenni, és töltjük fel a boltot. Úgyhogy így néz ki a sztori, ez egy nagyon jó lehetőség most arra, hogy aki esetleg kevesebbet volt ott, vagy kevesebbet tudott ott lenni, az most behozza esetleg a pontos lemaradását. Ugye ez 27-től az első FIFA streamtől, ami ugye keddi napra esik, az a 27, ha jól emlékszem, onnantól kezdve fog élni ez a sztori. Milyen tartalmak várhatók? Nagyon fontos ez is, mert van egy-két új dolog, amiről tudnotok kell. Tavaly itt YouTube-on elkezdtük ezt a Dani, majd ide mindjárt bevágja nektek az anyagot. Emlékszem rá, mert az volt a legelső SBC, amit megcsináltunk, ugye Pedrónak volt egy flashback SBC-je, és elkezdtünk itt YouTube-on egy ilyen kis total review videót, hogy milyen ez a Pedro SBC-t kiraktuk, hogy lő, stb. Milyen pozíción használom. Ezeket a videókat mondtátok, hogy tök jók, és hogy hiányoznak, viszont ezek nem YouTube content, ezek nem YouTube ready egyáltalán, úgyhogy ezek az anyagok átköltöznek TikTokra. Aki esetleg nem vágná, már egy jó ideje vagyunk TikTokon is, több mint 30 ezeren, úgyhogy ezek az ilyen kis review videók, ezek ki fognak kerülni inkább oda, mert úgy érzem, hogy ez ilyen egy kötője másfél percben sokkal hatékonyabban tudjuk elemezni a játékosokat, mint itt YouTube-on ilyen 5-6-7-8 percben, teljesen fölösleges erre a csatornára ilyeneket kitenni. Ezen a csatornán, srácok, megmaradnak az openingek, nyilván a legtöbb opening az a nézőknek az akkuntján lesz, ahogy tavaly is, megmaradnak a draftok, bár az kicsit később indul majd be. Ami új sorozat, új dolog bejön, az nem más, mint nyilván a Weekend League-ek hétvégén, azokból mindig fogtok kapni egy összeállítást. Ez régen volt, tavaly nem, de régebben volt, ez most visszatér mindenféleképpen. Illetve egy új dolog, ami nem volt még a csatornán, az gyakorlatilag egy ilyen, hát nem tudom pontosan, mi lesz a videó címe majd, a sorozatnak a címe, ezt akár kommentek között ötletelhetünk veletek. Egy olyat szeretnék, ami gyakorlatilag mindig, hát vagy ott hétvégén, vagy hétfőn mindenféleképpen kijön, gyakorlatilag egy ilyen heti összegző. Tudjátok, mindig péntekenként szokott érkezni, általában ugye este 7-kor mindig egy valami új event, ugye új kártyák, az elején ugye lesz, majd az OTV-vel indulunk, azt hiszem majd 30-án pénteken, és úgy fog kinézni, hogy pénteken kijön az OTV, ezeket a streamben megnézzük, elemezzük a kártyákat, megnézzük az objektíveket, megnézzük az SBC-ket, és ezeket az objektíveket és SBC-ket le is fordítjuk ott nektek élőben, ami föl fog kerülni majd a YouTube csatornára, a nagyra. Pontosan azért, mert legtöbbször szokott olyan lenni, hogy Instagramon, ahova létszi, ne írjatok ilyeneket, jól légy szíves, mert van. Tehát, hogy Instagramra szokott jönni olyan, hogy hello papi, ezt az objektívet hogyan kell megcsinálni, mit jelent, ami oda van írva, tudod, hogy akkor adjál ő true-bolt, vagy valami. Szóval ezeket nyilván, most nem egy olyan nagy dolog, de ezeket nyilván így magyarul elmondjuk streambe, hogy akkor pontosan mit is kell csinálni, miből, mennyit, hogyan.
és valószínűleg egy csapatot is össze fogunk rárakni, hogyha ugye van valami kritérium az objektívhez, akkor a csapatot magát is megreáljuk, és azt is látni fogjátok videóban, hogy ez hogyan fog kinézni, úgyhogy ez a terv, hogy ezeket így majd hozni fogjuk. Ez egy ilyen új sorozat, ennek kéne valami cím, ilyen heti fix, vagy heti infók, ezek nyilván szar címek, de hogy érted a lényeget. Ezen felül természetesen én szeretnék a Zónával meg a Kopasszal is valami ilyen kooperálós dolgot majd nyilván. Ebből nem lesz valószínűleg sok, mert mindenki csinálja a saját dolgát. Szóval mindenki csinálja a saját dolgát, de remélem, hogy valahogy össze fogjuk tudni majd ütni a közös videókat. Amit fontos tudnatok, srácok, még, hogy jelen állás szerint, ezt is leteszem a leírásba, a foodbin.com-on jelenleg tudtok már összerakni csapatokat. Ugye nagyon sokatoknak nem tiszta ez a jelenlegi chemistry rendszer, ami szerintem is nem a legegyszerűbb, de amúgy szerintem elég hamar bele lehet szokni. Itt a Builder fülnél van már olyan, hogy FIFA 23-as csapatot kreálj, és a chemistry-t is ugye úgy számolja, amit nem látsz a fejemtől. Tehát, nem látod a fejemtől, de hogy itt látod, hogy itt most már ugye nyilván ez az új csillagrendszer van, ugye 33 a max chemistry gyakorlatilag a 100 helyett, gyakorlatilag itt most úgy néz ki a sztori, hogy összeállíthatsz magadnak csapatokat, beteszed a Vinit, beteszed a Benzemát, beteszed mondjuk a Rüdigert, és akkor gyakorlatilag, hát még nincs meg, de amúgy nem tudom, hogy hogyan működik, chat, faszom tudja, Pedri. Elég a Pedri. Hogyan működik ez? Kéne még egy Madrid player, akkor ide megbetesszük a Modricot. Ezt még nekem is meg kell tanulni, még ezzel nem foglalkoztam, csak őszintén egyáltalán nem foglalkoztam ezzel még. Konkrétan nulla szinten foglalkoztam vele, úgyhogy mire a FIFA megjön meg ott az elén, úgyis együtt tanulgatjuk majd meg, hogy mitől lesz valaki max chemistry. Facebookra általában szoktam posztolni nagyon sokat, nagyon sok ilyen FIFA-s infót, úgyhogy ott meg fogjátok találni nagy valószínűséggel péntekenként. Vagy amikor jön valami új SBC, mindig ki fogjuk rakni, aki esetleg nem tud bemenni a játékba, vagy valami, akkor ott mindig meg fogjátok kapni az információt arra, hogy milyen SBC jött, mibe kerül, és hogy szerintem érdemes-e kirakni, használható-e, drága, nem drága, stb. Úgyhogy nagyjából, srácok, ezek az infók, amit így úgy voltam vele, hogy mivel mégiscsak itt van majd, hogy nem a legtöbb követő, meg itt azért a legtöbben néztek, akik ott vannak Twitch-en is, legyen egy ilyen összegző videó, amiben nagyjából elmondok mindent, ami fontos ezzel az új kezdéssel kapcsolatban. Ha van kérdés, akkor komment szekcióban is kérdezzétek meg, igyekszem megválaszolni, de hogyha van, akkor streamen tala, és akkor streamben majd megkérdezed, és akkor majd ott válaszolok rá. Ja, szerdán webapp, ott majd meg lehet ezeket kérdezni, jó, hogyha úgy van. Majd azt teszteljük itt a kártyákat, hogy akkor mi mikor van, meg hogy hogyan van ez a chemistry-s bánat. No. Köszönöm szépen, srácok, a figyelmet, mondom még egyszer, a leírásban ott van minden egyes hasznos dolog ezzel kapcsolatban, hogy akkor mi merre hány méter, és akkor hogy mit hol tudtok követni. És akkor tal a streamben, vagy majd valamilyen tartalomban itt a közeljövőben. Lehetek jók, sziasztok!